V dnešnej 20 minútovke vám predstavíme skutočný príbeh jedného medzinárodne uznávaného bubeníka. Hrával s kapelou Elvisa Presleyho a s ďalšími známymi osobnosťami z hudobného sveta. Keď zažil Boží dotyk, prišla radikálna zmena do jeho života. Zanechal hriešny životný štýl a svetskú slávu a porozumel, že jeho povolaním je slúžiť Bohu a hrať na jeho slávu. Pozerajte nás ďalej, dozviete sa viac. Priatelia, vitajte. Ako už môj úvod naznačil, dnes vám predstavíme príbeh jedného veľmi známeho a medzinárodne uznávaného bubeníka z Maďarskej republiky. Jeho meno je Barile Pasquale, má prezývku Paci a keďže ja neviem po maďarsky, tak preklad do slovenčiny nám bude zabezpečovať Dávid Minárik. Je mi veľkým potešením, že si v svojom nabitom programe a troška neplánovane obetoval svoj čas a že si prišiel urobiť s nami tento krátky rozhovor. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Veľmi dobre. Po slovensky vieš aj niečo viac ako ďakujem? Odpočívadlo. Odpočívadlo. Veľmi dobre. Prosím ťa, tí, ktorí ťa náhodou nepoznajú, vedel by si sa nám v pár vetách predstaviť, že ako sa voláš, čomu sa venuješ a aký žiješ život. OK. Zajímavám Pasquale Barile. Moje meno je Pasquale Barile. Kola som sa bol siletem. Narodil som sa v Taliansku. Iš... 5 éves koromban jöttünk Magyarországra. A ako 5-ročný sme sa s rodinou presťahovali do Maďarska. És igazából Magyarországon nőttem fel. A vyrástol som teda v Maďarsku. Amióta ismerem magamat. A odkedy vnímam tento svet. Azóta dobos akarok lenni. Tak odvtedy som chcel byť vždy bubeníkom. A ostalo ti to stále, lebo stále sa tomu venuješ. Koľko rokov už vlastne bubnuješ? Hát profesionális szinten 18 éves koromban kezdtem. Ako profesionál som začal hrať v 18. De már 10 éves koromban játszottam zenekarban. Ale už ako 10-ročný som hral v kapele. És Olaszországban már másfél éves koromban doboltam. A s bubnami som začal ako 1,5-ročný už v Taliansku. Na ulici? Otthon a szekrénye. Doma na skrínke. Perfektne, takže stále sa tomu venuješ. Si aktívny bubeník, vieme o tom, že aktívne hrávaš v cirkvi, aktívne si na festivaloch rôznych na uliciach, čo je vlastne aj dôvod, prečo si to na Slovensku. Tvoj príbeh je veľmi zaujímavý a preto by som rád sa pomenoval trošku tvojej minulosti, ak to nebude vadiť. Vedel by si tak z rýchlika, z tak nadhľadu povedať, ako si žil predtým? Heď slovo nejde do mandany. Viem ti to povedať jedným slovom. Hriešne. Čo to znamená hriešne? Hát azt jelenti, hogy úgy éltem, ahogy Istennek nem tetszett. Znamená to, že som jednoducho žil tak, ako sa to Bohu nepáčilo. Tehát mindazokat a dolgokat elkövettem, amit a Biblia bűnnek mond. Čiže som spáchal všetky tie veci, ktoré Biblia označuje ako hriech. Most azt nem akarnám felsorolni, hogy melyek voltak azok a bűnök. A teraz by som to nechcel všetko vymenovať, že čo to boli za hriechy. Mert ez nem építő. Lebo to nie je budujúce. Inkább annyit mondanék, hogy amikor megtértem, befogadtam Jézust a szívembe. Radšej by som povedal toľko, že keď som sa obrátil, prijal som Ježiša do svojho srdca. Akkor 40 éves voltam. A vtedy som mal 40 rokov. Tehát 40 éves koromig Istennek hosszú béketűrése volt az életem felett. Čiže Boh mal veľmi dlhú trpezlivosť, 40-ročnú so mnou. 40 éves koromban, amikor megtértem, azóta Jézus követője vagyok. Takže ako 40-ročný, keď som sa obrátil, tak odvtedy vlastne nasledujem Pána. Olvasom a Bibliát. Čítam Bibliu. Rájöttem arra, hogy Istennek az elhívás az én életemben mit jelent. Zistil som, že čo je povolanie Ježiša v mojom živote. Tehát az a talentum, az a tehetség, amit Isten adott nekem. Čiže tie talenty, ktoré mi Boh dal. Azt visszaforgatom az Úrnak a munkájában. Tak sa snažím zúžitkovať v Pánovej práci. Ako by si vedel opísať tú tvoju hudobnú minulosť, ktorú si zažil? Mielőtt megtértem volna, akkor mint általában minden zenész elhatározza, hogy a maximumot szeretné elérni az életben. A tak ako každý profesionálny hudobník, a ja som sa rozhodol, že chcem maximum dať zo svojho života do tej veci, ktorá ma baví. Arra törekedtem, hogy sok pénzt keresek, arra törekedtem, hogy szép autóm legyen, arra törekedtem, hogy hírneves legyek. Snažil som sa o to, aby som mal veľa peňazí, aby som mal krásne autá, aby som mal samozrejme aj slávu.
jó zenészekkel szerettem volna játszani mindig, ez is megvalósult az életemben. A vždy som chcel hrať s dobrými svetovými hudobníkmi a aj toto sa mi splnilo? Tehát minden, amit az ember el szeretne érni az életében, az nekem úgymond sikerült. Čiže všetko, čo človek chce zažiť alebo získať vo svojom živote, tak to sa mi podarilo naplniť. De ennek ellenére sikeres voltam. Pénzem volt, házam volt, nyaralom volt, szép családom. Ennek ellenére éreztem, hogy valami hiányzik az életem. Ale napriek tomu, že som všetky tieto veci mal, mal som auto, mal som domy, mal som vilu, mal som krásnu rodinu, všetko, som cítil, že predsa niečo ešte z môjho života chýba. És egyszer egy barátommal, akivel már régebben is ismertük egymást, találkoztam, és azt mondta, hogy ő megtért. Raz som sa stretol s mojím dlhoročným už vtedy kamarátom a on mi povedal, že sa obrátil. És akkor kérdeztem, hogy ez mit jelent. Tak som sa spýtal, že čo to vlastne znamená. Hát azt jelenti, hogy elfordulsz a bűnös életettől, és befogadod Jézust a szívedbe. Tak mi povedal, že odvrátiš sa od hriešných činností, myšlienok a že si prijal Ježiša do svojho srdca. De igazából nem tudtam, szóval nem értettem, hogy ez most mit jelent. Ale ja som v skutočnosti nerozumel, že toto, čo sa za tým skrýva, že čo to znamená. Hogy azokat a dolgokat, amelyek nekem úgymond jók voltak az életemben, hogy jó érzéseket generáltak most akkor azokat, miután ugye az Isten szemébe bűn, akkor most azokat nekem el kell hagynom. Čiže tie veci, ktoré mne robili radosť, ktoré mi prinášali pocit šťastia, zrazu som mal zanechať kvôli niečomu, čo Boh označoval za hriech? De nem tudtam elhagyni, mert sokszor volt lelkiismeret furdalásom. Nevedel som ich zanechať. Mnohokrát som mal, ma svedomie trápilo. Ideig, óráig meg tudtam állni a bűn nélküli életet. Nejaký čas som dokázal žiť čistým životom a stať, obstať v skúškach pred hriechom. És mondtam a barátomnak, hogy nem tudok bűn nélkül élni. Hovoril som potom svojmu priateľovi po nejakom čase, že ja jednoducho nedokážem, neviem žiť bez hriechu. És akkor mondta barátom, hogy add át az életedet Jézusnak. A kamarát mi povedal, že odovzdaj svoj život Ježišovi. Hív be Jézust a szívedbe. Zavolaj ho do svojho srdca. És utána Jézus fog bennem élni. A potom Ježiš bude žiť v tebe. Sokat nem értettem belőle. Ani z tohto som veľa nerozumel. De azt mondta, hogy ha Jézus bennem él, akkor Jézus fogja a bűnt legyőzni. Ale povedal mi toľko, že ak Ježiš bude v tebe bývať, tak on dokáže premôcť hriech. Tehát ha átadom az életemet Jézusnak, akkor nem fogok akarni bűnt elkövetni, mert nagyobb, aki bennem van, mint én magam, amit tudok csinálni. Lebo ak odovzdám svoj život Ježišovi, tak už nebudem chcieť robiť tie hriechy, lebo bude väčší ten vo mne, ktorý je ako ten, ktorý je vo svete, ako ten hriech. És amikor befogadtam Jézust a szívemben, a keď som prijal Ježiša do svojho srdca, ez 1990-ben volt, 32 éve. To bolo v roku 1990, čiže 32 rokov dozadu. Amióta befogadtam Jézust a szívemben, megváltozott a gondolkozásmódom. Odkedy som prijal Ježiša do svojho srdca, tak sa úplne zmenil moja myseľ, moje myšlienkové pochody. Elkezdtem olvasni a Bibliát. Začal som čítať Bibliu. Rá érdekelt, mi Istennek az akarat az én életemben. Začalo ma zaujímať, čo je Božia vôľa v mojom živote. Mindig voltak kérdéseim, hogy miért élek. Vždy som mal napríklad otázku, že prečo vlastne žijem. Mi az életemnek az értelme. Čo je zmyslom mojho života. Az, hogy sok pénzem legyen, az, hogy szép autóm legyen, az, hogy családom legyen, házom legyen. Ez az életemnek az értelme. To, aby som mal veľa peňazí, aby som mal krásne auta, aby som mal veľký dom alebo peknú rodinu. Že toto je všetko? És utána mi lesz? Utána? A čo potom? Alebo kde, kam ďalej? Tehát én mindig gondolkoztam azon, hogy van-e élet, úgymond a fyzikai halál után. Čiže vždy som sa zaujímal o to, vždy ma tá myšlienka zaujímala, že či existuje niečo po smrti. És ahogy olvastam a Bibliát, úgy
fény derült a szívemben, hogy van örökké valóság Isten jelenlétében. A jak som čítal Bibliu, tak som postupne prichádzal do toho svetla poznania, že s Ježišom Kristom je posmrtný život úspešný. És van örök élet. A je večný život. Jézus nélkül is, csak a pokolba. Aj bez Ježiša, ale ten je zase v pekle. Hát oda én nem szeretnék kerülni. A tam ja by som akože nerád sa dostal. Abból a légkörből jöttem ki. Lebo som vyšiel z toho prostredia. Tehát oda már nem szeretnék visszamenni. Čiže tam by som sa už nechcel ja vrátiť. Tehát ehhez viszont arra volt szükségem, hogy szükség, hogy elhiggyem, amit a Biblia mond. Ale k tomu bolo potrebné, aby som uveril tomu, čo hovorí Biblia. És néztem a idősebb keresztényeket, hogy ők hogy élik meg a Krisztussal való közösséget. A sledoval som, pozeral som starších kresťanov vo viere odo mňa, že ako oni svoje každodenné životy žijú spolu s Ježišom, ako vyzerá ich kresťanský život. És kerestem a velük való kapcsolatot, hogy érdeklődjek, hogy mit kell tennem, hogy még jobban működjön az én életembe az igének igének az ereje, hogyan kell megélni az életet Jézus Krisztussal. Tehát figyeltem őket, és azt mondtam, ha nekik sikerül, akkor nekem is fog. A stále som sa snažil byť v kontakte s týmito ľuďmi, vyhľadával som ich spoločnosť a snažil som sa zistiť, že akým spôsobom v podstate žijú, aké veci robia, a aké veci nerobia, a snažil som sa svoj život zariadiť podľa tých princípov, ktoré som od nich odpozoroval, od tých tie dobré princípy, ako žili. Spomínal si, že tvoj priateľ ti povedal, aby si odovzdal svoj život naproti Bohu. Čo to znamená a ako si to v podstate urobil? Kérdeztem, hogy ez hogy mit jelent, hogyan történik. Spýtal som sa ho, že ako sa to udeje, alebo ako sa to má stať. Azt mondta, hogy van Budapesten egy gyülekezet, menjek el oda, ő oda jár, és akkor ott meg fogom hallani az igét, és ott meg fogom hallani azt is, hogy hogyan kell megtérni, vagy mit kell csinálni, mit kell mondani. Tehát semmit nem tudtam, egyszerűen csak éreztem, hogy az az élet, amit csináltam, az nem jó. A v Budapešti je zbor, alebo teda bol zbor, a povedal mi, že on tam chodí do tejto cirkvi, že ja by som mal prísť, a keď prídem, tak budem počuť evanjelium, budem vidieť, ako to tam vyzerá, ako to tam funguje, a bude mi tiež vysvetlené, že ako sa môžem obrátiť. A ja som vedel, že potrebujem spraviť nejakú zmenu, lebo to, ako som žil doteraz, mi nevyhovovalo. Jednoducho som to už vedel, čiže išiel som za tou zmenou. A ako vidíš hlavný benefit života s Bohom? Čo sa zmenilo v tvojom vnútri? A legnagyobb érték az, hogy élek. Najväčšie pozitívum toho, že žijem s Kristom, je to, že vôbec žijem. És a másik legfontosabb, hogy örök életem lesz, vagy örök életem van. Druhé najdôležitejšie, že budem mať večný život, alebo teda večný život už mám. És ott leszek, ahonnan jöttem. A vrátim sa tam, odkiaľ som zišiel. Dalo by sa povedať, že si bol určite celomaďarsko známy v Maďarskej republike. Bol si známy aj mimo republiku Maďarsku? Annyira nem, de játszottam sok ismert amerikai zenésze, ha erre vagy kíváncsi. No, v Maďarsku som bol veľmi známy. Mimo hraníc už až tak nie, ale hral som s mnohými svetoznámymi kapelami, a hlavne americkými. A megtérésem előtt Elvis Presleynek volt egy zenekara, akik Európában jöttek 5 koncert erejéig, és kellett nekik dobos. Elvis Presley, ešte to bolo začias pred jeho obrátením, mal svoju kapelu a oni prišli do Európy odohrať 5 špeciálnych koncertov a chýbal im bubeník. Volt egy 4-tagú férfi kórus, ez a Presley mögött, úgy hívták őket, hogy Jordaners. A s Elvisom Presleym hrávali 4 vokalisti, ktorí sa nazývali Jordaners. És ők jöttek Európába, és kellett nekik egy zenekar, és abban a zenekarban én doboltam. A táto štvorformácia prišla s celou kapelou Elvisa Presleyho a potrebovali bubeníka, čiže tam skončil pací, že si mal možnosť s nimi zahrať. A
Aztán volt másik amerikai csoport, azt úgy hívták, hogy Four Tops. Potom bola iná americká formácia, ktorej názov je Four Tops. Nagyon híresek. Nagy slágerük van. Ez a nagy slágerük volt. A mali niekoľko veľkých piesní. Táto je jedna z najznámejších. Ő velük Majorkán játszottam. S nimi hral Paci na Mallorke. Tehát volt egy másik, őket úgy hívták, hogy Platters. Potom bola ďalšia kapela, s ktorou som hral s názvom Platters. Nekik is nagyon sok slágerük volt. Aj oni mali veľa svetoznámych piesní. Talán a legismertebb az Only You. Only You. Only You. Toto je asi najznámejšia. Az nagyon jó volt. És egyszer megjelent egy nagyon híres énekes, most nem tudom már a nevét megmondani, mert hát megyek befelé a korban. A objavil sa s nimi jeden veľmi svetoznámy spevák, ale nespomeniem si na jeho meno, lebo už aj ja mám svoj vek, tak občas valami, zabudnem. Come full fighting, szóval valami ilyesmi volt. Ilyen disco zene taká, volt. Tam na ten čas taká disco hudba. És följött a színpadra. Prišiel na pódium. És azt mondta, hogy szeretne énekelni velünk. Povedal, že chcel by si s nami zahrať, zaspievať. És akkor énekelt egy dalt. Zaspieval jednu pesničku. És akkor hátrafordult, és azt mondta nekem, hogy hey man, drum solo. A jak skončila pesnička, tak sa otočil dozadu a povedal mi, že a teraz bubenické solo. Tetszett neki a dobolása, mennyi volt. Páčilo sa mu, ako som hral, to bolo celé. Ezek sem töltötték be a szívemet. Ale ani tieto svetoznáme kapacity nenaplnili moje srdce, moje vnútro. Akkor még nem tértem meg. Vtedy som ešte samozrejme nebol obrátený. Momentálne, ak to tak poviem, hráš len v cirkvi. Je to iba len v cirkvi, alebo ti je ľúto za tým, čo bolo a že si nerozvíjal svoju kariéru? Egyáltalán nem fáj, az, ami a világban van. Vôbec ma to neťahá to, čo bolo vo svete. Tehát rendszeresen hívnak a világi zenészek. Až do dnešného dňa ma stále tí, čo poznajú alebo vedia o mne, ma pozývajú. De, hogy mondjam, tehát én már kijöttem abból a világból, és ott már nem érzem jól magam. Ale, ako by som to povedal, ja už som z toho svetu odišiel, z toho sveta, a nechcem sa tam vrátiť. Mert én azért kaptam Istentől a tehetséget, hogy ezzel hasznot hajtsak Istennek. Lebo cítim to, že preto som dostal ten talent od Boha, aby som ho zúžitkoval pre Boha. Hogy tudok neki hasznot hajtani? Úgy, hogyha az ő munkájában veszek. Ako viem pomôcť v službe, tak, že budem robiť to, na čo ma povolal. És most volt az egyik legnagyobb koncert a régi zenekaromnak, amit nem vállaltam el. A teraz po mnohých rokoch moja bývalá najslavnejšia kapela spravila taký veľký comeback koncert a nešiel som tam. Tehát az a szövegvilág, az a környezet, az már nekem már nagyon idegen. Čiže to prostredie, tie texty a vôbec celý ten svet, čo reprezentuje, to je už pre mňa veľmi vzdialené. Ako je to možné, že niekto, kto žil v tomto prostredí, zrazu na to zabudne a žije úplne iný život? Ezt Istentől kell megkérdezni. Tak toto je asi otázka na Boha. Tehát Isten az, aki ezeket a szívemben belehelyezi. Čiže Boh dáva tieto túžby do srdca človeka aj do mojho srdca. És már nem vágyom sikerre, nem vágyom hírnévre, nem vágyok nagy színpadra, nem vágyom arra, hogy kiabáljanak. Én arra vágyom, hogy Istennek a munkájában tudjam elvégezni azt, amiért megszülettem. A už netúžim potom, aby som mohol hrať na veľkých pódiách s veľkými hviezdami. Už netúžim po peniazoch, po sláve a po týchto veciach, ale túžim potom, aby som vedel v Božej práci a byť užitočný a prinášať ovocie z tých talentov, ktoré mi Boh dal. Si reálne uspokojený so svojím životom, respektíve čo ťa robí šťastným, čo ťa naplňa, čo ťa najviac uspokojí? To, že amit Isten akar, azt teszem. To, že
robím to, čo Boh odo mňa chce. Ez okoz nekem örömet. To mi robí radosť. Ako môže kdokoľvek z ľudí, ktorí nás pozerajú, zistiť, čo Boh od nich chce? Aby boli takisto šťastní. Én azt tudom javasolni, hogy Isten mindenkinek adott egy tehetséget. Ja viem odporúčiť asi toľko, respektíve každý človek dostal nejaký talent na niečo. Istennek a munkájába nem csak dobosokra, gitárosokra, énekesekre, zenészekre van szükség. V Božej práci nie je potrebné len na bubeníkov, spevákov, gitaristov, klaviristov. Hanem szükség van Istennek a munkájára mindazokra az emberekre, akik Istentől kaptak tehetséget. Ale je dôležité, aby všetci tí ľudia, ktorí dostali nejaké talenty na niečo, aby sa do tej Božej práce zapojili. És hogyan tudod megtalálni azt, hogy mi a te elhívásod? A je dôležité nájsť, čo je pre tvoj život tým povolaním od Boha. Nagyon egyszerű. Je to veľmi jednoduché. Az, amit csinálsz, to, čo robíš, örömet szerez neked, prináša radosť tebe, és örömet szerez másoknak is. Prináša radosť aj ostatným. És azzal a munkával tudod építeni Istennek az egyházát. A dokážeš tou prácou budovať to spoločenstvo veriacich, Boží dom. De ez már kiskorban eldől, hogy kinek mire van tehetsége. Ale to už v mladom veku sa ukáže pri deťoch, že na čo majú talenty. Csak az az egyénen múlik, hogy mikor hallja meg Istennek a hívását. Ale je každého osobnou vecou, kedy započuje a zareaguje na to Božie volanie, aby vstúpil do tej služby. És meg kell találni mindenkinek a saját maga részét az egyházban. A každý človek musí nájsť tú svoju časť v tele alebo v cirkvi, ktorá bola určená jemu. De nem úgy, hogy kiválaszt valaki egy pozíciót. Ale nie tak, že vyberie si nejakú pozíciu. De eldönti, hogy valaki, hogy na most én prédikáló leszek. Že niekto sa rozhodne, tak ja teraz začnem robiť kázne, alebo budem evangelista. Gyógyító leszek. Alebo budem uzdravovateľ. Tehát legnépszerűbb dolgokat kiválasztják maguknak az emberek. Väčšinou ľudia si vyberú takéto fancy vecičky. És nem működik. A nefunguje to. Lehet, hogy el kell kezdeni a széket bepakolni a nézőtérre. Možno treba začať len rozkladaním stoličiek v sále. És keresni Istennek az akaratát, hogy mi Istennek az akarata, hogy én szerepem micsoda az egyházban. A hľadať, začať hľadať, že čo je Boží cieľ pre môj život. Ebben tud segíteni a helyi pastor. V tom dokáže pomôcť miestny pastor. Tehát a pastor azt mondja, hogy figyelj ide, Paci, neked az az elhívásod, hogy dobolj az Úrnak. Boh ti vie ukázať, alebo teda pastor ťa vie nasmerovať. Mne napríklad pastor povedal, že pozri, Paci, tvoje povolanie je, aby si bol bubeníkom. Tehát valaki, aki még nem tért meg, az úgynevezett ó életében is sikeres. Čiže napríklad niekto, kto sa ešte neobrátil a je vo svojom svetskom živote úspešný. Tehát ami munkát ő letesz, tehát a világban elfogadják, értékelik, nagyra becsülik. A tú prácu, ktorú spraví vo svete, ľudia dokážu oceniť, dokážu za ňou vidieť hodnotu, dokážu ho za to pochváliť. Én azt látom, hogy azok az emberek, akik sikeresek a világban, azok sikeresek lesznek az egyházban is. A ja vidím tú paralelu, že tí ľudia, ktorí sú úspešní vo svete, sú väčšinou veľmi úspešní aj v cirkvi. De azt nem látom, hogy aki nem sikeres a világban, az már sikeres lesz az egyházban. Ale to veľmi nevidím, že ľudia, ktorí nie sú úspešní vo svete, by boli úspešní v cirkvi. Tehát mindenkinek meg kell találnia azt a helyet, amihez van tehetsége. Van, aki festő, van, aki tervező, van, aki jól főz. Tehát minden Čiže szakmára. Každý musí nájsť to, čo preňho je stvorené, ideálne. Niekto je skvelý architekt, niekto je skvelý maliar, niekto je skvelý kuchár a tak ďalej. A všetky tieto veci je možné využiť v práci budovaní cirkvi. Čo pre teba znamená život s Bohom? Odporuj našim divákom, prečo by mali žiť s Bohom, prečo je dobré žiť s Bohom.
tí, ktorí Boha možno nepoznajú, a ako urobiť tie prvé kroky, aké sú tie benefity života s Bohom a proste prečo je ten život s Bohom taký fantastický? Az én javaslatom az, hogy Istennel azért kell élned, mert Isten maga az élet. Ja ti odporúčam žiť s Bohom preto, lebo on je život. Mindenki szeret élni. Každý rád žije. De az élet nem csak a fizikai életet jelenti, hanem az élet maga Istennel való közösség. Ale život neznamená len samotný fyzický život, ale aj spoločenstvo s Bohom. Tehát amikor bekövetkezik az a bizonyos kor, hogy a földről el kell menni, akkor folytatódik az élet. Csak nem mindegy, hogy hol. Čiže keď príde ten čas, že našu púť na tejto zemi ukončíme, tak život ako taký pokračuje. Én azt javaslom, hogy próbáljátok meg Istent. Není jedno, že kde pokračuje. A ja vám odporúčam, aby ste vyskúšali Boha. Mert Isten ismer téged, tud mindent rólad. Lebo Boh ťa dokonale pozná, všetko o tebe vie. Tudja, hogy mit csináltál tegnap. Vie, že čo si robil včera. Azt is tudja, hogy mit fogsz csinálni legközelebb. A vie, že aj najbližšie, čo spravíš. De ennek ellenére tárt karokkal vár, és azt mondja, hogy fiam, gyere. Ale aj napriek tomu ťa očakáva s otvorenou náručou a hovorí ti, poď ku mne. Tehát, és ehhez nem kell, annyira egyszerű, hogy az emberek nem hiszik el, hogy csak oda kell állni Isten elé, és azt mondani, hogy Uram, én hiszek benned, elfogadom a te szeretetedet, és megvallom azt, hogy én nélküled bűnös életet éltem. A je to tak jednoduché, že ľudia tomu jednoducho nechcú veriť, že stačí prísť, postaviť sa a povedať Bohu, že potrebujem ťa a chcem to, chcem zmeniť svoj život. Je to tak jednoduché. Tehát ha még nem tértél meg, és nem fogadtad be Jézust a szívedbe. Čiže ak si sa ešte neobrátil a neprijal si Ježiša do svojho srdca. Biztos vannak barátaid, akik már beszéltek Jézusról, hogy miért született meg Jézus, hogy miért vett el a bűneinket. Tak určite máš nejakých kamarátov, s ktorými si sa o týchto veciach už rozprával, ktorí ti hovorili o hriechoch, o tom, ako získať odpustenie a podobné veci. Mint ahogy az én barátom is megszólított engem, és azt mondta, hogy Paci, Isten annyira szeret téged, hogy meg akar menteni. Rovnako tak, ako mňa oslovil môj kamarát a povedal mi, že Paci, Boh ťa chce zachrániť. És úgy voltam vele, hogy oké, tudom a rossz oldalát, akkor nézzük a jó oldalát. A bol som na tom tak, že som sa rozhodoval, že oké, viem, aká je jedna strana, tak poďme sa pozrieť na tú druhú. Azt mondtam, Istenem, ha te valóságos vagy, akkor kérlek, az én életemet változtass meg, mert én nélküled nem tudok megváltozni. A jednoducho som Bohu povedal, že Bože, ty ma poznáš, ja sa sám zmeniť neviem, ty ma môžeš zmeniť, tak ma zmeň. Ennyi. Nagyon egyszerű. To je všetko, tak jednoduché. Je to naozaj veľmi jednoduché. Život s Bohom je veľmi zrušujúci, je zaujímavý. Každý deň sa dejú nové veci a my pevne veríme, že Boh má plán aj s vašim životom, aby ste naplnili to, čo Boh od vás očakáva. Ako napríklad v prípade nášho dnešného hostia Paciho, ktorý našiel svoje povolanie v tom, že Boh si ho používa v re na hudobný nástroj, konkrétne na bicích. Paci, ďakujem ti veľmi pekne. Čiže ja veľmi pekne ďakujem, že som vám to mohol porozprávať. Prajeme vám, nech je váš pokrok zrejmý vo všetkom a majte na pamäti, že aj pri sledovaní 20 minútovky sú tie najlepšie dni stále iba pred vami.